A társaság jelenleg 49 településen, 48 Tolna megyein és egy Fejér megyein végez ivóvíz és vagy szennyvíz szolgáltatást, amely települések önkormányzatai, valamennyien tulajdonosai a részvénytársaságnak. Fő tevékenysége a víztermelés, kezelés és vízellátás. Az ERÖV Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű ZRT a működési területén az ivóvíz szolgáltatást, illetve a szennyvíz elvezetést és a tisztítást biztosítja felhasználói számára, melynek során a szolgáltatás minőségét és az ellátás biztonságát alapvető szempontként kezeli. A szolgáltató a partnereivel kötött szerződéseknek, megállapodásoknak mindig a meghatározott időben és minőségben kíván eleget tenni. Mindezt a hatályos jogszabályok és egyéb előírások szerint szabályozott környezetben a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi eszközök hatékony működtetésével és a személyi állomány minőségközpontú szervezésével, fejlesztésével kívánja elérni. A víziközművek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki technológiai, vízügyi, biztonságtechnikai, közegészségügyi, valamint környezet- és természetvédelmi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit üzemeltetési szabályzatok határozzák meg. Az ERÖV Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű ZRT a felhasználók számára nyújtott víziközmű szolgáltatás során nem vesz igénybe harmadik felet.